További drágulásokra számítanak a romániai lakosok, akik nem értenek egyet azzal, hogy idén előrehozott választásokat tartsanak. A politikai pártok közül a szociáldemokraták vezetnek, az uniós tagállamok közötti jogegyenlőség elvét pedig az állampolgárok alig több mint egyharmada tartja működő valóságnak. A KURSZ legújabb felmérésében aktuális kérdésekre válaszoltak a megkérdezettek, mutatjuk az eredményeket. A román állampolgárok többsége 55%-a nem értene egyet azzal, ha idén előrehozott választásokat tartanának, még 32%-uk helyeselné azt, derül ki a KURSZ közvéleménykutató társaság legfrissebb felméréséből. Ami a párt preferenciákat illeti, az első helyen a szociáldemokraták állnak 33%-kal, a másodikon a liberálisok 21, illetve a harmadikon a románok egyesülésért szövetség 16%-kal. Az RMDS-t 5%-on mérik. A májusban esedékes kormányfőcserét a megkérdezettek majdnem fele valószínűnek tartja, vagy biztosra veszi azt. A drágulás a romániai lakosok nagy többségét, 93%-át nagyon érinti, vagy érinti. Ugyanakkor jóformán mindenki további drágulásra számít az élelmiszer esetében, és nagy mértékben számolnak ezzel az üzemanyagok, illetve az energia vonatkozásában is. A válaszadók többsége 80%-a nagyon elégedetlen vagy elégedetlen azzal, ahogyan a kormány kezeli az energiaválságot. Az ország legnagyobb gondjának, amivel a kormánynak sürgősen foglalkoznia kellene, az életszínvonalat, a nyugdíjakat és a fizetéseket tartják, akárcsak a gazdasági válságot, a magas árakat és az inflációt. A romániai lakosok nagy többsége, 74%-a úgy látja, az ország rossz irányba tart. Ami a különböző intézményekbe vetett bízalmat illeti, az állampolgárok a legnagyobb mértékben a tűzoltóságban bíznak, míg a legkevésbé a parlamentben és a politikai pártokban, csekély bizalommal vannak a kormány és az elnöki hivatal iránt is. Románia idei schengeni csatlakozásában a válaszadók többsége, 63%-a nem bízik. Ami a román uniós tagság előnyeit firtató kérdésre vonatkozik, a megkérdezettek 56%-a azt a választ jelölte be, hogy a tagságból csak egyeseknek származott előnye, a románok többségének nem. A román állampolgárok alig több mint egyharmada tartja működő valóságnak az uniós tagállamok közötti jogegyenlőség elvét. 53%-uk úgy értékeli, az EU kevesebb jogot biztosít Romániának, mint amennyi kötelezettséget előír számára. A megkérdezettek többsége, 56%-a szerint Romániának kevés előnye származik az EU-s tagságból, vagy semmi előnye sem származik abból. Arra a kérdésre, hogy az EU-nak több vagy kevesebb hatalommal kellene rendelkeznie, mint a nemzeti kormányoknak, a válaszadók alig 13%-a válaszolta azt, hogy az uniónak kell erősebbnek lennie. A KURSZ közvéleménykutató társaság március 10-e és 20-a között több mint 1018 éven felüli lakos bevonásával végezte a reprezentatív felmérést. A hibahatár plusz-minusz 3%.